A Manchester City világrekordnak számító összeget kínál Lionel Messiért. Willy Orbán, a Leipzig csapatkapitánya magyar válogatott lehet. Nézzük az elmúlt napok legérdekesebb focival kapcsolatos híreit. Ha szeretnél időben értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel csatornánkra. Kövess minket Facebookon és új Instagram oldalunkon is. Sergio Aguero az elmúlt hónapban autóbalesetet szenvedő futballista elárulta, hogy valószínűleg a biztonsági övnek köszönhető, hogy borratöréssel megúszta az esetet. Az incidens Amsterdamban történt, ahol a Manchester City argentin támadója a kolumbiai Maluma koncertjéről tartott a repülőtérre egy taxival, amely egy oszlopnak ütközött. A futballista elmondta, hogy a biztonsági övnek köszönheti, hogy él, és csak néhány bordája tölt el az esetnél. Aguero, akit időközben az AC Milan csapatával is hírbe hoztak, már elkezdhette az edzéseket, és hamarosan újra pályára léphet a Premier League-et vezető manchesteri alakulatban. Már a FIFA is vizsgálatot indított azzal kapcsolatban, hogy a hétközi Peru-Kolumbia VB-seletező meccsen Radamel Falcao, a vendégek csatárklasszisa, a hazai játékosokat próbálta rábeszélni arra, hogy a többi meccs eredményének tudatában a döntetlennel mindkét válogatott jól járna. A mérkőzés ekkor 1-1-re állt, amivel Kolumbia automatikus VB résztvevőnek számított, míg Peru az ötödik helyet szerezhette volna meg, amivel pótselejtezőt érő helyen végezhetett. Falcao elismerte, hogy valóban beszélgetett a többi meccs eredményéről a perui játékosokkal, bár azt pontosan nem lehet tudni, hogy mi hangzott el, miután a Monaco csatára, miközben beszélt, nagyon rutinosan eltakarta a száját. Így hiába vannak róla videófelvételek, ezekből semmi nem derül ki. A mérkőzés végül nem túl nagy meglepetésre 1-1-re végződött, mivel a találkozó további részében már egyik csapat sem erőltette meg magát igazán. A FIFA szóvivője elmondta, hogy megvizsgálják a meccsről készült jelentéseket, és ha bármi szabálytalanságot észlelnek, akkor megteszik a megfelelő lépéseket. George Weah, az AC Milan és a Paris Saint-Germain egykori aranylabdás csatára lett Libéria új miniszterelnöke. A 90-es évek legnagyobb klasszisai közé tartozó játékos mindig is szívén viselte hazája sorsát, és pályafutása befejezése után különböző humanitárius szervezeteknél vállalt szerepet, már hamarosan bekapcsolódott hazája politikai életébe is. A PSG-vel egy, míg a Milánnal két bajnoki címet nyerő Weah már 2005-ben is elindult a libériai elnök választásokon, azonban akkor még csak a második helyre szorult. A most 51 éves ex-futballista annak az Ellen Johnson Sirleafnek a helyét veszi át, aki az első női miniszterelnöknek számított a fekete kontinensen. Az 1995-ös aranylabda győztesének természetesen egykori csapattársai is gratuláltak, többek között Paolo Maldini és Marcel Desailly is. Willy Orbán, a Bundesligában szereplő Leipzig védője nem zárja ki, hogy a jövőben a magyar válogatottban szerepeljen. A 24 éves hátvéd, akinek édesanyja lengyel származása miatt a lengyel válogatottban is játszhatna, elmondta, hogy bár beszélgetett már a lehetőségről Bernd Stork szövetségi kapitánnyal és lipcsei csapattársával Gulácsi Péterrel is, ám egyelőre még nem döntött a jövőjéről. A német klubban olyannyira meghatározó játékosnak számít Orbán, hogy nemrégiben a csapatkapitányi karszalagot is megkapta. A védő bevallotta, hogy célja elsődlegesen a német válogatott lenne, azonban hiába futballozik nagyszerű formában, Joachim Löw, a National Elf kapitánya egyelőre nem számol vele. A Manchester City továbbra sem tett le arról, hogy megszerezze Lionel Messit, a Barcelona argentin klasszisát. Spanyolországi lapinformációk szerint az angol klub 400 millió eurót fizetne az ötszörös aranylabdás játékosért, és hamarosan el is küldik hivatalos ajánlatukat. Messi szerződése egyébként jövő nyáron jár le a katalán klubnál, és bár Josep Bartomeu, a Barcelona elnöke többször is lenyilatkozta, hogy hamarosan megtörténik a hosszabbítás, ez eddig nem valósult meg. A Manchester City érdeklődése miatt a spanyol egyesület most minden követ megmozgat, hogy az argentin zseni aláírja a hosszabbítást, és ezért akár 80 millió eurót is fizetne a futballistának. Messinek a tervek szerint egy 2021-ig szóló szerződést ajánl a Barca, és fizetése heti 500 ezer euró lenne. Ha tetszett a videó, akkor oszd meg, lájkold, és ha még nem tetted volna, akkor iratkozz fel csatornámra. Tarts velem a következő alkalommal is!